Kedves nézőink, sok szeretettel köszöntöm Önöket. Önök a Tapolcai Városi Televíziós Sportmagazinját látják. Majdnem 200-an emlékeztek futással a 6 évvel ezelőtt tragikus hirtelenséggel elhunyt Tapolcai Olimpikon Szalai Gyöngyi párbaj törőzőre a Malom-tó partján. Gyermek és felnőtt futamokat is indítottak egy rövid, 1 kilométeres és egy hosszabb 4 kilométeres távval. Az emlékfutás célja idén sem az eredmény volt, sokkal inkább a tisztelet kifejezése Szalai Gyöngyi nagysága előtt. A közös bemelegítést követően magánszemélyek, csapatok, baráti társaságok és sportegyesületek képviselői iramodtak neki a távoknak. A futás helyes ritmusának megtalálását a Takács Percussion ütős formáció segítette. Sok száz érdeklődő, közel 300 szilveszteri fürdőző a Malom-tónál. A szilveszteri Malom-tó úszás mit sem veszített népszerűségéből az elmúlt évek alatt. Idén 13. alkalommal rendezték meg, és pontosan 281 vállalkozó kedvű helyi és vendégjelmezes Malom-tó úszó gondolta úgy, hogy érdemes a 2023-as év utolsó napját ezzel a vidám programmal megspékelnie. A szervezés és a hangulat pedig rendben volt. A korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is Sirilla György, a nemzet rozmárja, az egészséges életmód hazai nagykövete méltatta Tapolca talán legvidámabb tömegrendezésre, buzdította változásra és hívta fel a figyelmet a sportos életvitel fontosságára. Őszintén, tiszta szívből azt kell nektek mondanom, hogy a tapolcai úszás életem egyik fontos része, hogy itt lehetek a halak között, de ennél sokkal fontosabb, hogy az emberek között. Úgyhogy, mint a nemzet rozmárja, aki igazából már visszavonult a téli úszásoktól, egy-két úszáson persze még van itt-ott, ide mindig ennek ellenére szívesen eljön, azt kívánja nektek, azt kívánom nektek, hogy legyetek boldogok, szeretetteljesek, és mi kell az egészséghez, mi kell a boldogsághoz, az, hogy a mai napon együtt csobbanjunk, illetve együtt érezzünk azokkal a kedves emberekkel is, akik kint vannak a tóparton. Kedveseim, éljen a szilveszteri tóúszás, éljenek az itt élő emberek, és azok, akik az ország és a világ minden teréről ide zarándokoltak, így, úgy, amúgy. Köszönöm, hogy itt lehetek, még egyszer ezzel kezdtem beszédemet, és Isten áldjon benneteket, és maradjon köztünk a szeretet. Köszönöm!
Idén is jutalmazták a legötletesebb jelmezeket, a legfiatalabb és legidősebb nevezőket. A legfiatalabb Malomtó úszó, a 8 éves Gyarmati Bizei Bálint. A legfiatalabb leány, Boldizsár Panni, ő 9 éves volt. A legidősebb indulók, ahogy a rendezvény történetében már sokatszor, Németh Károly, ő 85 éves, és Szebegyinszki Istváné, 81 éves fürdőzők voltak. Évvégi összejövetellel búcsúztatták az óévet a tapolcai sakkozók. Istvándi Lajos, a sakkszakosztály vezetője számol be a 2023-as sikerekről. 2023-as év egy mozgalmas év volt a sakkszakosztály életében is. Volt is egy záró rendezvény, ami már hagyományosnak mondható, egy flugos futam, ahol fiatalok és idősebbek együtt versenyeztek. Mi történt ott ezen a rendezvényen? Hogyan zárult az év? Hát ez hagyományos versenyünk, ez az évzáró verseny, ami mindig december 30 vagy 31-én szoktuk megrendezni a csarnokba. Most együtt tudtuk a felnőtteket és az ifiket. Jó volt ez így, mert legalább a kicsik is rátszottak felnőttek a nagyobbakkal, és hát azért voltak komolyabb versenyzői felvonulások, akik a versenysakból voltak, és persze voltak kisebbek közül, az óvodások közül amatőrök is játszottak. Itt a felnőtteket a Juhász Edit nyerte, hát nem volt nagy meglepetés, ugye, hogy ő nyerte. Viszont Józsi bácsi ugye 85 évével a dobogon végzett, úgyhogy ez, én azt gondolom, hogy mindenképpen. És nagyon örülünk, hogy ennyi idősen így tud csakkozni, hogy a felnőttek között is harmadik tud lenni. A gyermekek között pedig a Lukács Levente lett az első, aki egy érdekes szituációból, ugye ő lentiből lakik a gyermek, és nagyon aktív a szülők, és ő is, és minden héten jön ide a polcra, ide is van igazolva, de rengeteget van itt a polcán, és ő nyerte ezt a versenyt, illetve Tóth Barni és Mészáros Levente lett a harmadik. Ezt a versenyt követően aztán volt egy évzáró, hát összejövetel tulajdonképpen egy ilyen találkozó, amikor minden olyan régi versenyző és új versenyző, és igazából, hát hogy is mondjam, a tapolcai sakkéletnek a krémje ott volt ezen a rendezvényen, és ott aztán el is hangzottak azok az eredmények, amikre büszkék lehetünk. Egyrészt megtiszteltetésnek vettük, minden évben szoktuk, ugye hát a városnak a vezetőink kívül szoktunk országgyűlési képviselőket hívni, tehát mindig általában részt vettek a rendezvényen, ez egy ilyen vacsora szintű rendezvény, hogy itt a szakosztálynak a versenyzői szülőinek megköszönjük az éves munkáját, és itt tényleg nagyon örültem, hogy a miniszter úr, Navracsics miniszter úr elfogadta a meghívást, és ebből az alkalomból, vagy hát igazából Józsi bácsival úgy beszéltük, Pari Józsi bácsival úgy beszéltük, hogy lássa, ugye kezdetektől a mostanáig a sakkszakosztályt így nagyjából így átfogva, meghívtuk Mádi Ildikó kétszeres olimpiai bajnokunkat, illetve Gál Zsolkát, aki nálunk lett kétszeres bajnok, online világbajnok, hát ugye ő ajkai kislány, de nálunk ezt a sakkot, itt voltak a nevelőedzői, és én nekem egy olyan öröm volt, hogy mindenki itt volt. Tehát akit meghívtunk, hát Lakosnikit is hívtuk, ő nem volt éppen Magyarországon, de ő is nagy szeretettel jött volna, ő vele lett volna egy teljes a kép. Én azt láttam, és nagyon örültem neki, hogy olyan hölgy sakkozókat is látott az egész szakosztály, a városvezetés, aki tényleg innen kezdte, olimpiai bajnokig eljutott. Én pont azt beszéltük, és el is mondtam ott, hogy kisváros vagyunk, kis emberekkel, úgy kis emberekkel, hogy kis létszámú csoportokban, és nehezebb eredményt elérni, mint egy nagyvárosi merítésből, és mégis úgy tűnt, hogy azért sikerült nekünk valami, nem nekünk, hanem Józsi bácsi elkezdte, tehát próbáljuk folytatni, hogy legyen tovább. Illetve hát én nagyon örültem neki, hogy elfogadtak a meghívást a Mádildiék, Gázsókáik, és azt gondolom, hogy egy öröm volt, hogy mindenki együtt volt, a régiek és az újak is. Említetted azt, hogy nem csak tapolcai székhelyű, illetve születésű emberek azok, akik alkotják a csapatot lentiből, vagy akár Ajkáról, másonnan is egészítik ki ezt a tapolcai sakkéletet. Ennek mi az eszenciál, minek köszönhető? Igazság szerint ugye ez nálunk csak a gyermekek, egy-két ilyen gyermekünk van, aki nem tapolcai lakosként.
más NB1-es csapatoknak gyakorlatilag majdnem, hogy az egész sakcsapatok vendégjátékos. Igazolt vendégjátékos, és nem is laknak abban a városban, ahol sakkoznak. Ilyen van a futballban, van mindenhol. Nekünk ezt, mi ezt nem tudjuk kifizetni, hogy itt ilyenek legyenek. Hozzánk a Levente is, illetve az Angelina is, aki hát ő mondjuk nem lakik messze, tehát ő Vonyarcon lakik, tehát nem Tapolcai, de Vonyarcon jár be. Ő a második, ők vannak ketten nekünk, akik nem Tapolcaiak, illetve környékiek. De hát őnek is sokkal nehezebb a történet, be kell járni, ki kell járni benzinköltség szülőknek, de én azt gondolom, hogy örülni kell azoknak a játékosnak, akik ideigazolnak, és velük szeretnének edzeni magyarul. Milyen lehetőségek vannak azoknak, akik, van-e esetleg most még taktoborzás, van-e szükség rá? Hiszen az előbb beszélgettünk a Vívó Klub vezetőivel, és azt mondták, hogy most jelenleg annyian vannak, hogy a keretek most már igazából ki vannak merítve, és nincsen többre lehetőség. Egy-kettő még nyilván befér, de tömegek már nem várnak. Tapolcán mi a helyzet sakkélet szempontjából? Hát ugye itt a kicsi gyermekekkel nehezebb a történet, minden, hogy az elmúlt években zajlott. Ugye vannak óvodás csoportjaik, vannak iskolába szakkörök, de igazából ugye ez a sakk ez egy különleges sportág, tehát itt ez messze van a tömegsporttól, messze van a tahos látványsportoktól, tehát sokkal nehezebb, és én azt gondolom, hogy most már az a tendencia legalábbis az iskolákban, hogy már az első osztálytól elkezdik ezeket a csapatsportokat preferálni rettenetes módon, és gyakorlatilag mire elkezdene sakkozni, addig már vagy focizik, vagy kézilabdázik, vagy kosarazik, ahol nyilván sokkal nagyobb anyagi lehetőségek vannak csapatban is, mezekben is, meg mindenféle szempontból. Én azt gondolom, és ezért kezdtük el a városba is, meg igazából a város melletti falvakba, a kisebb falvakba elkezdeni az óvodába az oktatást. Egész konkrétan Köveskálon is van most, még a Kálin-medencében is van csoportunk, hogy mi mindenkire vevők vagyunk, kicsit úgy lesarkítva a kérdés, aki szeret sakkozni, meg hát ugye ez teljesen alkatfüggő. Tehát valaki teljesen mozgásnak van teremtve, valaki a leülés inkább sakkozik, tehát nehéz kitalálni, hogy most hány gyerekből lesz sakkozó, meg hány gyerekből lesz futballista. Nyilván az egész világ megváltozott, tehát sokkal nehezebb a gyerekeket elszedni a számítógéptől, a telefontól, a médiáktól, meg mindenhol. És ebből kifolyólag én úgy érzem, hogy nehezebb minden sportágban. Nyilván vannak olyan sportágok, amik Tapolcán mozdulnak, tehát a vívók, a kézilabda, ugye a sakk is ilyen, hogy sok volt az eredmény az elmúlt években, de nehezebb lesz, biztos, hogy nehezebb lesz, mert pontosan ez a rohanó világban amely kicsit most úgy ránk zúdult hirtelen, ez én azt gondolom, hogy nehezebb a gyermekeket is. És itt szeretném megköszönni, illetve azoknak az új tapolcai sakkezdőknek, akik az IFIK közül jöttek ki, és most edzést tartanak nálunk, a Búzás Bertalan, Kötélyártó Áronról beszélek, Bence Balázs Dominik, és még Juhász Juditot is most rá tudtuk venni, hogy egy ilyen hölgyes, csajos napokat szoktunk csinálni, és ő lányoknak kimondottan szombatonként tart edzést, aminek remélem, hogy majd lesznek hatásai. Verseny sportról is beszélünk sakk szempontjából, ott mik az eredmények, illetve mik a kilátások? Hát az elmúlt évben ugye az NB1-be játszottunk, ahonnan ugye a bronzérmet sikerült megszerezni, és az első második hely nem indult a szuperbajnokságba, Tapolca. Hát ilyen még nem fordult elő, Tapolca ugye játszik a szuperbajnokságban. Nyilván ez olyan év lesz, ami a tanuló év. Mindenki tudja, itt nem mi leszünk az elsők, meg a második, meg a harmadikak, hanem azért indultunk el, hogy tanuljanak az IFIK, és igazából engem az IFIK beszéltek rá, hogy játszunk, mert mi nem tudtunk erősíteni nagymesterekkel, tehát nekünk nincsen megvett olyan játékosaink, akik X pénzért jönnek és sakkoznak, mint más csapatokba, hanem akik vannak itt Tapolcán, meg IFI edzők, meg akiket mi kineveltünk, Juhász Judit, Búzás Bertalan, Ács Márton, ők, Angelina, aki most már teljesen ideigazolt Keszthelyről, ők játszanak az NB1-be. Én nekem külön öröm volt a második fordulóban, amikor mi Búzás Bertalanunk, hát én azt mondom, a legjobban jegyzett mai magyar nagymesterrel, a Berkes Ferivel döntetlent ért el.
úgy, hogy ez a Berkes Feri előtte, Berkes Ferenc nagymester ezelőtte a világkupán 16-ban verekedte magát. Tehát ő egy szuper nagymester, konkrétan 2700 szuper nagymester, és a Bercit hát most idézőjelben nem tudta megverni. De tehát ilyen sikerekért érdemes följutni a szupervalóságban, meg ilyen sikerekért érdemes a fiataloknak fölkerülni, hogy én tudom, hogy csak egy ilyen egyéves történet lesz nyilván, mert nem állandó helyünk lesz a szupervalóságban, de legalább játszottak és együtt sakkozhattak ilyen nevekkel. Mi a reális bajnokság, vagy az a közeg, amiben a tapolcaiak megállják a helyüket, és ott... Hát én azt gondolom, hogy nekünk mindig stabil helyünk volt az NB1-be. Most harmadik lettünk, volt, amikor hatodik, a ötödik, negyedik, most igazából az idén kijött a lépés, és egy dobogós helyről tudtunk felmenni a szuperbajnokságba, de ez a csapat ebben az NB1-ben mindig részt tud venni. Hát illetve, hogyha nem lett volna ez a harmadik hely, akkor nyilván nem lett volna ez a lehetőség sem. Igen, teljesen megérdemelt. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, Lajos. További sok sikert, és hogyha bármiről... Köszönjük a lehetőséget. ...amiről tudunk beszámolni, akkor azt megtesszük, hiszen Tapolcán a sakkért az egy élő dolog, és nagyon szépen köszönjük a lehetőséget még egyszer. Köszönjük. A 2023-as év is bővelkedett egyéni sakeredményekben. A legfényesebb érmet az idén Angelina Alexandrova hozta, az U16-os rapid női leánybajnoki címet elnyerte, illetve Tóth Barnabás, aki az olimpiai reménységek tornáján az elődöntő második lett, illetve az egész Grand Prix versenyt megnyerve jutott az országos döntőbe. Juhász Judit pedig az diákolimpián lett ezüstérmes második, illetve a világbajnokságon is Magyarországot tudta képviselni ősszel. A három U16-os fiatal, Alexandrova Angelina, Tóth Barnabás és Kasnya Péter ment ki Szlovéniába, ahol a U16-os lányok között Angelina 16 lányok között a 5.-6. helyezett lett. Ez mindig értékes, aki az első a 6-ba végezett. Tóth Barnabás, illetve Kasnya Péter is az élmezőben végzett. Itt szeretném megköszönni a önkormányzat, illetve a TVS segítségét a szlovéniai úthoz. A kisebbek közül nagyon örömteljes dolog, hogy nagyon sok hétvégi versenyeken, illetve olyan kupákon, dobogon tudtak végezni, amin népes számú sakkozók indultak. Kiemelném Dalmat és Lucát, Tassi Flórát, illetve Varga Fülöpet a kicsik közül, illetve még szeretném ugyanígy a kicsik közé sorolni a Kanabet Mátét, aki szintén rengeteg tornán ugyanígy a dobogót tudta elhozni. Örömteljes dolog, hogy Lukás Levente, aki eddig csak vendégjátékosunk volt, nálunk ide tudott igazolni, és ő is rengeteg olyan értékes dobogós, a hatodik helyzet hozott nekünk, ami előre mutat. Nagyon örülök annak, hogy például egy olaszországi versenyen Angelina a legjobb női versenyző tudott lenni, illetve Lukás Levi is az élmezőnyben tudott végezni. Az évzáró sorverseny 2023 elnevezésű egy régi hagyományos évvégi sporteseményt próbált megfeleveníteni, ahol Tapolca sportegyesületei szakosztályai versenyezhettek egymással egy játékos sorverseny keretein belül. Örömmel tapasztaltuk, hogy rengetegen látogattak ki a Csermák József rendezvénycsarnokba és szurkoltak a csapatoknak. Ebben a remek hangulatban 8 csapat, 8 izgalmas sorverseny feladatban a gyorsaságát mérhette össze, és egy kvíz feladatsorral pedig sporttörténelmi tudását tesztelhette. Köszönjük a résztvevő csapatok lelkesedését és a nézőknek, szurkolóknak, hogy egy nagyszerű sporteseményt varázsoltak rendezvényünkből. Jövőre folytatjuk, összegzett Kovács Kristóf, a TVS sportszervezője. A résztvevő csapatok a helyezések sorrendjében: első lett a TVS-ek kosárlabda szakosztályának fiú csapata, második a TVS-ek kézilabda szakosztályának női csapata, harmadik helyen végzett a TVS-ek kosárlabda szakosztályának lány csapata, negyedik lett a TIAC 1-es számú csapata, ötödik a Tapolca Sportakadémia-es atlétika csapata, hatodik helyen zárt a TIAC 2-es számú csapata, hetedik lett a röplabda szakosztály csapata, a nyolcadik helyen pedig a TVS-ek röplabda szakosztályának és a TVS-ek sakszakosztályának vegyes csapata végzett. Sikeresnek mondható a tapolcai vívó klub 2023-as éve. Stabil létszám mellett már bontogatják a szárnyaikat a tehetségek mind a hazai, mind pedig a nemzetközi versenyeken. Stúdiónkban Keszler Dáviddal és Szabó Ádám edzőkkel beszélgettünk. A tapolcai vívó szakosztály itt a városunkban azt mondom, hogy egy rendkívül
jól működő szervezet, hiszen az elmúlt évekhez képest rengetegen járnak gyerekek, felnőttek, és próbálják ki a szárnyaikat a Tapolcai Vívóklub berkein belül. Ez nem volt másképp 2023 év végén is, vagy sem, amikor egy versenyt szervezhetek első alkalommal a Tapolcai Gimnáziumban, a Bacsányiban, ahol fiatalokat láthatok. Igen, üdvözlök minden kedves nézőt. Ez egy szuper kezdeményezés volt, főleg az önkormányzat részéről indult el ez a kezdeményezés, hogy mi lenne, ha rendeznénk évvégén egy seregszemlét a fiatal, ahogy említette, szárnyaikat bontogató vívóinknak. És ez olyan jól sikerült, hogy ha jól emlékszem, 74 darab nevezés érkezett így a két napra. Két napon keresztül folyamatosan csörögtek a pengék a vívóterembe és a gimnázium tornatermében. És hát szuperül érezték magukat a gyerekek, a szülők is. Szerintem a szülőkkel együtt egy ilyen 200-as létszámot meg tudtunk mozgatni ezen a két napon. Az eredményekre is büszkék vagyunk, de itt ez nem egy nyílt országos verseny volt, itt meghívásos alapon érkeztek a klubok. Voltak Székesfehérvárról, Keszthelyről, Kisbérről, és hát ugye a tapolcaiak. Ez egy évnek a lezárása volt, és egy korszaknak úgymond a kezdete is, hiszen az első alkalom volt. Igen, ezt jól fogalmaztad meg, pont ebben egy mondatban benne volt minden. Ez a 2023 évnek a lezárása volt, szerettük volna, hogyha jól érzik magukat a gyerekek, és szép minőségi ajándékokat tudnak még így hazavinni az eredményeik után így a karácsonyi időszakba, illetve azért volt nekünk egy olyan szándékunk ezzel a versennyel, hogy kipróbáljuk magunkat, mint versenyszervezők, ugyanis ebben a felállásban még rutintalanok vagyunk versenyszervezésben, hogy kell a számítógépet kezelni, hogy kell összefogni egy ilyen eseményt, és hát azt, hogy mondjam, nagyon jól sikerült, nagyon kézbe tudtuk tartani a dolgokat. Mik voltak a szervező részről a tapasztalatok? Ott a húsvér emberekkel dolgozni, őket szervezni, akár a technikát kezelni, mi volt a tapasztalat? Szerencsére volt egy külön gépesünk, Komás Benedek, Balázsnak a fia. Szerencsére nagyon jól tudta megcsinálni a gépes feladatokat. A emberekkel nagyon sok jó zsűrink volt szerencsére, akit be tudtunk mindenhova állítani. Azt láttuk, amikor kint voltunk a kamerákkal is, hogy ott a sportolók is beálltak és szervezőként vettek részt a verseny lebonyolításában. Tehát a felsőbb évesek, úgymond, vagy az idősebbek közreműködtek akár játékvezetésben, illetve hát a bíráskodásban, illetve az eredményjelzésben. Igen, ez egy hagyomány volt itt régen Tapolcán, hogyha egy kisebb vagy akár egy nagyobb versenyt is rendeztünk, az idősebb vívók jöttek és segítettek a szervezésben, illetve az asszoknak a lebonyolításába, vezetésébe. Ez most sem volt máshogy. Ezek a vívók amúgy rendelkeznek már versenybírói vizsgával, ugyanis két évvel ezelőtt egy elég nagy csoportot megmozgattunk, hogy megcsinálják a versenybírói vizsgákat, de még nem volt rá lehetőségük, hogy így élőbe kipróbálják, úgyhogy nekik is ez egy nagy élmény volt, és megkérdezték is, hogy mikor tudnak esetleg országos versenyeken akár a klubot képviselni, vagy a vívószövetség keretein belül bíráskodni. Hogyha ez egy évzáró rendezvény volt, akkor hogyan zártuk az évet tapolcai vívóklub szempontból? Milyen eredmények, mi az, ami a legbüszkébb a vívóklub, illetve mi az, ami lehet még javítani esetleg 2024-ben? Hát úgy gondolom, hogy ez egy nagyon sűrű, egy nagyon sok hullámvölgyel teli évünk volt, de mindenképpen úgy kell összegeznem, hogy pozitív volt. Tehát mind eredményekben, mind gyermek létszámban nagyon jól jöttünk ki a 2023-as évből. Több mint 70-80 gyerek van leigazolva a vívóklubunkba. Ugyanekkor a létszám, kb. Egy 60-70-es létszám vív kinn az iskolákban, suli vívó programok keretein belül. Úgyhogy abszolút nem tudunk panaszkodni a gyermek létszámunkra. Az eredmények meg egyre jobbak, tehát most már nem csak hazai versenyeken bontogatjuk a szárnyainkat, hanem nemzetközi versenyeken is. És hát ez hozzátartozik, hogy ezt mi tudatosan csináltuk, hogy szeptembertől már nem is nagyon állunk rá a gyerektoborzásra, az új gyermekek beszerzésére, hanem most már inkább a szakmai munkát fogjuk előnyben részesíteni. Ezért is alakult úgy, hogy szeptemberben bővült edzői gárdánk Szollár Eszter személyébe, akit nagyon szívesen fogadtak mind a gyerekek, mind a szülők, és
és hát látszik is az eredményeinken, hogy azzal a csoporttal, ahol ő foglalkozik, egyre nagyobb tömeget tudunk megmozgatni az edzéseken, minőségbe, tehát nem csak az, hogy ott vannak az edzésen és jelen vannak, hanem most már minőségben is tudunk velük dolgozni. Tehát ez volt az oka, hogy az Esztert is bepróbáltuk szervezni hozzánk. Említetted azt, hogy nemzetközi szinten is most már újra Tapolcának van híre és neve. Éppen tegnap érkeztetek haza egy olaszországi városból, ott milyen eredmények születtek, illetve vannak még egyének, akik és versenyzők, akik más országokban is folyamatosan versenyeznek. Gondolok itt Koncek Linára. Igen, igen. Jelenleg Koncek Lina és Tarsoly Borbála az, akik szinte két hetente járják Európát és vesznek részt különböző nemzetközi rendezvényeken. A Lina ő kadett korosztályba. A kadett korosztály az vívásban az U17-et jelöli, tehát ő U17-es körversenyekre jár. Neki a következő megmérettetése például jövő hétvégén Pozsonyban lesz. És igen, Borival tegnap jöttünk meg Udinéből, ahol hát ez a sportban sajnos nem mindig jelenti azt, hogy ha jól szerepeltünk, akkor az eredményünk is jó volt. Bori jól vívott tegnap, nem nagyon tudnék hibát mondani, hogy mit hibázott, de az eredményünk nem lett olyan jó. A 64-es főtábláért kapott ki egy svéd versenyzőtől. A következő versenye Borinak Grúziában lesz 3-4 hét múlva, ahol ezeket a pici nüansznyi hibákat megpróbáljuk majd korrigálni, amik most voltak. De mondom, nagyon, nagyon nem hibázott, úgyhogy nem úgy jöttünk haza, hogy keserű volt a szájízünk, de megpróbálunk ennél is jobban teljesíteni majd a következő versenyen. Külföld és nemzetközi mellette itt vannak a magyarországi versenyek is, ahol szép eredmények, például Diák Olimpia, ami ugye székhelye az egyesületnek, illetve a szakosztálynak a gimnázium, és a gimnáziumból is voltak ott versenyzők, akik szép eredményeket értek el. Igen, voltak. Volt a 6-os korcsoportos lánycsapat a gimnáziumnak, ők elsők lettek. Szalmasára, Konkoly Evelin, Koncek Lina. Az mellett még 12 érmet szereztünk összesen, itt a Polca Vivo Klub név szinten. Tavalyi évben 9 volt, azelőtt meg 2 évvel ezelőtt 3. Úgyhogy szerencsére látjuk a javulást is. Ez egy jó képet mutat előre a jövőbe, és beszélgettünk arról már pár hónappal ezelőtt, hogy ez egy hosszú folyamatnak az első 2-3-4 lépése, és hogy látjátok majd azt, hogy mikorra ér be ez az egész. Látod már, Dávid, azt, hogy mikor lesz nagyjából az, amit te is szerettél volna, hiszen azt mondtad, hogy kis lépésekkel léptek előre. Első volt az, hogy tagokat toborozni, úgy látszik, az most megtörtént, és azt mondod, hogy most már azokkal foglalkoztok leginkább, akik megvannak. Következő lépés az eredmény nyilván. És mikor lesz az a kitűzött cél, amit ide igazolásodkor kitűztél magad elé, belátható időn belül, mikor az érdekes, hogy érik be. Igen, mert azért érdekes, mert pont egy pár napja beszélgettem erről polgármester úrral is, és még pár másik emberrel, hogy amikor hazaköltöztem két és fél éve, ez a harmadik szezonom a Vivo Klubban, tehát 2 évvel ezelőtt az volt a célkitűzés, hogy 5-10 éven belül szeretnénk arra a színvonalra visszaemelni a Vivo Klubot, ahol régen voltunk, régen is volt a szakosztály. Most az 5-10-nél rohamosabban, gyorsabban haladunk, és ezért most még jelenleg én sem tudom megmondani, hogy a következő 2 év miket fog hozni. Nem szeretnénk, én most pontos ezt beszéltem a klubban, hogy egy picit talán lassítani szeretnék, mert nem szeretnénk, hogyha csak arról beszélnénk, hogy élsport, meg hogy mindenkinek világbajnokságra kelljen menni, nem csak ez a célunk, és nem szeretnék ebbe az irányba elmenni, hanem szeretnénk több lábon állni, hogy eleve a Vivo Klub egy olyan közeget biztosítani a gyerekeknek, a szülőknek, a családoknak, ahol szívesen behozzák a gyerekeiket, sportolnak, egy olyan hátteret biztosítunk nekik, ahol tényleg emberileg is tudnak fejlődni, illetve sportolnak, és mellette van a másik célunk, igen, az élsport, és mivel most elindultunk ezen a két irányon, ezért ez egy picit lelassítja a folyamatokat, de mondom, így is évekkel előrébb vagyunk, mint az eredeti tervek voltak. Tehát az 5 év, amit mondtam, hogy 5 év alatt kéne összehoznunk egy ilyen 100 fős létszámot, az a 2 év után kész volt. Úgy érzem és úgy látom, hogy Szalai Gyöngyi öröksége kezd beérni és kezd újra életre kelni, hiszen akkor, amikor ő tevékenykedett, akkor tényleg arról volt híres a Tapolcai Vívóklub, hogy rengetegen
rengeteg gyerek volt az, aki a vívás választotta sportágának, és most így a Szalid Gyöngyi emlékfutás alkalmával is ott voltatok a tóparton egy kis csapattal, és azt láttam, hogy lelkesen a gyerekek a vívás szeretete miatt választják ezt a sportágat, és rengetegen voltak akár az évvégi versenyen is. Tehát, hogy újra kezd az visszajönni, amit Gyöngyi annak idején magként elültetett. Így van, a Gyöngyi azért nagyon komoly alapokat fektetett le itt Tapolcán, hogy a Tapolca Vívóklub népes és híres legyen. Ez utána egy picit ugye máshogy alakult sajnos, de most próbáljuk visszahozni azt, amit a Gyöngyi szeretett volna, hogy tele legyen a terem, és a élvezettel, szeretettel jöjjenek le hozzánk a gyerekek. Én azt gondolom, hogy Gyöngyi büszke lenne erre a csapatra, akik most itt tevékenykedtek, és én azt érzem, és úgy gondolom, persze semmi jogosultságom nincsen hozzá, de mégis jó volt látni ott titeket a Szalid Gyöngyi emlékutáson, és jó látni azokat az eredményeket, amiket hoztok, és jó látni a Szalid Gyöngyi vívóteremben ténykedő fiatalokat, és hogy ilyen sokan vagytok, köszönjük szépen, hogy eljöttetek, és köszönjük szépen a munkátokat. Sok sikert! Köszönjük szépen! Köszönjük. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss sportmagazinnal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, addig is viszontlátásra!